Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a mai weekendben bemutatjuk Kéri Péter legújabb filmjét, és természetesen beszélgetünk is a készítés folyamatáról. Láthatnak egy beszélgetést dr. Móri Gyulával, akinek valóban szívügye az emberek egészsége, de az adást egy programajánlóval kezdjük. Augusztus 22-én vasárnap a Mandala nyár keretein belül egy igazán különleges produkciót láthatnak, ha ellátogatnak a Sóstói Múzeumfaluba, Román Sándor új tánctársulata, az Affér című zenés táncos darabot hozzá el Nyíregyházára. Két év szünet vagy kihagyás után tulajdonképpen Román Sándor újra régi fényében tündökkel, és most egy különleges darabbal érkeztem Nyíregyházára. Az Affér miről szól tulajdonképpen? Egy kicsit csináljunk kedvet a nézőknek ehhez. Ez egy modern Rómeó és Júlia. Természetesen a mai élet, amit mindenki él, a mai világban van belehelyezve, és én úgy fogalmaztam meg ezt a Rómeó és Júlia szerelmi históriát, hogy a mai ember, hogy is mondjam, kicsit fölismerheti a környezetét, mert teljesen a mi mai ízlésünkhez igazítva alakítottam ki a karaktereket, a két bandát, és igyekeztem elég karakterisztikusan szórakoztató karaktereket kitalálni, mert úgy gondoltam, hogy az a kísérletezési időszak, amikor mi itt két évig be voltunk zárva a próbaterembe, kidobott egy olyan különleges stílust, játékstílust, amit még a humor oldaláról megfűszereztem. Imádok a közönségnek olyan különleges dolgokat mutatni, amit a közönség különlegesként él meg, tehát igyekszem meglepni a közönséget, és azt figyeltem meg, hogy imádok a humorral közelíteni a közönséghez. Egyrészt azért, mert a hétköznapok valóságát valahol oldani kell, másrészt a hétköznapok megfogalmazását én a humor oldaláról, az iróniával fűszerezve tárom a közönség elé, és hát képzel el a közönség Rómeó és Júlia sztoriát, ahol a végén senki nem hal meg. Végig humor kíséri az egész darabot, de a katarzis az végén azért ott lesz, és hogyha eljönnek a nézők ezt a katarzist, ezt látni fogják, és remélem, hogy ez az új önmagam által létrehozott stílusnak az újszerűsége, ez a közönségnek is újszerűen fog hatni. Én ebben a darabban a főnyomozónak az egyik kis szánsegédje, vagyis hát beosztottja vagyok egy másik kollégámmal, egy fiúval. Mi vagyunk így hárman egy nyomozó brigád, aki a két csapatot tartja kordában, letartóztatja, keresi, nyomoz utána, és a végén, hát a mi szerepkörünk az, aki az egész darab alatt igazából a fegyelmet, a szigort mutatja. Annak ellenére viszont van benne egy kis komédia is, mert olyan jelenetben, ahol csak mi vagyunk, ott megjelennek a különböző karakterek, hogy a főnyomozó az okos, aki mindent kitalál. Én vagyok elméletileg az a karakter, aki szerelmes a főnyomozóba, mint a beosztott. És aztán van mellettünk egy harmadik nyomozó segédtanonc, aki meg inkább ezt a bohókásabb vonalat viszi tovább. De amikor nagy közös jelentek vannak, akkor általában mi vagyunk a rend és a fegyelem. Az elmúlt években, évtizedekben Román Sándortól és az Experience-től megszokhattunk egy igen magas színvonalat. Ez mennyiben lesz most más, mint amit az Experience idejéből megszokhattunk? Ugye akkor, amikor én Szolnokon az Experience stílust kialakítottam, utána mi azt folytattuk egy jó 19 éven keresztül, de mivel ott volt egy olyan sikerszéria, ahol alapvetően biztosra mentünk, új kísérletezésekre nem volt alkalom, és én, mint alkotó, azért felfedeztem magamba újdonságokat, felfedeztem magamba olyan művészi önmegvalósítási kényszert, amit most bátran kiélek, és ez a két éves Covid időszak, amikor tényleg be voltunk zárva, és tényleg csak a próbateremben voltunk, és tényleg nem találkoztunk a közönséggel,
mi beletemetkeztünk, beleszerelmesedtünk újra a munkába, hiszen magát a produkciót is az élet írta, hiszen nekünk is volt 2 évvel ezelőtt egy afférunk, hiszen történt egy nagy affér a mi életünkbe, de ezt mi nem úgy éltük meg, hogy valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete, hiszen mint alkotó egy bátrabb, nyitottabb, merészebb lehetőség előtt éreztem magam, illetve azok a táncosok, akik 20 évvel ezelőtt azért jöttek Szolnokra, mert velem szerettek volna valami kísérletezést, újszeri dolgot létrehozni, illetve az a Csikó csapat, akik még az Experience-nek a második úgymond utánpótlás csapata, azok mára beértek, tehát ők már 3 éve vannak velem, mára beértek, és ez a alapítók és az újonnan akaróknak a fizikuma és tudása ez találkozott, és én meg alapvetően kihasználtam ezt a lehetőséget, és ötvöztem az ő tudásukat, meg akarni vágyásukat, illetve az én akarni vágyásomat is összegyúrtam ezeknek a táncosoknak az akaratával, és nagyon örültem neki, hogy ezt a kísérletezést velem elvégezték, és alapvetően ennek a kísérletezésnek a létrejötte, hozta létre a darabot is, tehát az élet írta, mert ahonnan jöttünk és ahol most tartunk, az egy mindenki számára mindenféleképpen egy nagyon emlékezetes pillanat, és ezt az egész életünkbe vinni fogjuk magunkkal, mert hiszen a semmiből egyszer csak elérkeztünk oda, hogy szinte 2 év alatt ott tartunk, mint ahol 19 év után az Experience-et. Milyen út vezetett Nyíregyházáról Román Sándor növendékei közé? Én Nyíregyházán kezdtem táncolni, de a szüleim is szakmabeliek, úgyhogy igazából már iskola előtt elkezdtem a táncot tanulni, meg igazából élni, szeretni, élvezni. Ami fordulópont az életemben az a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium, ahol tánctagozaton tanultam tovább. Ott 5 évig tanultam kiváló mesterektől néptánctagozaton, és azt követően nyertem felvételt a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a néptánc nappali szakára. Ott 3 évig tanultam, és szereztem alapképzésből diplomát, és ezt követően nyertem felvételt az Experience tánc társulatába, és azóta is annyi mellett dolgozom. Ebben a társulatban most kiváló nyíregyházi táncosok is szerepelnek, ők is méltóak erre a nemzetközi színvonalra? Így van, tehát előve ők erre a szakmára adták a fejüket, tehát őket megcsapta a mozdony Füstje Moldova szerint, márhogy az ő terminológiája szerint. Én nagyon örülök, hogy van még ma olyan táncos, aki ezt nem munkának, hanem hivatásnak tekinti, és az ilyen emberekkel nagyon messze lehet eljutni, és az a jó, hogy én a táncosra nem úgy tekintek, mint egy biodíszlet, hanem úgy tekintek rájuk, mint egy karakter. És én a táncosaimból fakadóan a táncosaim karakterét helyezem bele a magam által elképzelt produkcióba, és ezek a karakterek, mivel én kívülről látom őket, és belülről is ismerem őket, annyira hitelesek, hiszen azok a táncosok a személyisége lesz, a karakter személyisége, amit most az én táncosaim hordoznak. Milyen egy próba Román Sándornál? A próbák általában elég, nem azt mondanám, hogy laza, hanem egy ilyen könnyed hangulatban telnek. Általában a társulat maga is nagyon közös, tehát hogy nagyon egységes és összetartó, így a próbatermen belül is egy jó hangulat uralkodik általában a próbatermen. Néha van olyan, hogy esetleg valami nem úgy jön ki, nem úgy alakul, de ha még bármi probléma is adódik, Sanyi mindig megalakítja, átalakítja úgy, hogy az ránk, nekünk legyen kényelmes. Sokszor van olyan, hogy
kér tőlünk, hogy folyamatokat készítsünk, elmondja, hogy mi a koncepciója a következő jelenetben, miről szól a jelenet, milyen lépéseket, milyen stílus szeretne látni, megadja a zenei pontot, nem általában fel is osztja, hogy ki hányszor nyolcat, ki hány másodpercnyi folyamatot csináljon, és aztán ezeket szépen összerendezi, és az adott emberek betanítják a többieknek. Aztán abból rendezi meg igazából magát a jelenetet. Mindig elkészít egy száraz alapot, aztán meg beletesz olyan plusz gesztusokat, plusz mimikai színészi játékokat, amik érthetővé teszik a darabot. Ezt a magyar gazdag néptánc kultúrát olyan minőséggel szeretném népszerűsíteni mind belföldön, mind külföldön, hogy arra egy egész nemzet legyen büszke. Most ott tartunk, hogy ezt a produkciót, ezt az affért, ezt én nagyon szeretném, hogyha nemzetközi, a országos turné után nemzetközi megmérettetésre is el tudnám vinni, és el is fogjuk vinni, és azt tudom mondani, hogy ezzel bátran merek versenyezni minden nemzetközi produkcióval. Az egészséges étkezés tudománya oktatandó, tanulandó lenne, ezt vallja dr. Mórik Gyula, akármennyire is összetett, bármennyire is finom egy étel, az bizonyosan csak három típusú makrotápanyagot tartalmazhat, fehérjét, zsírt és szénhidrátot, és ha ezek bármelyikéből akár pillanatnyilag is többletfogyasztás alakul ki, akkor bizony növekednek a zsírraktárak. A következő percekben ilyen közérthetően tudhatnak meg többet az egészségről. Egy őszinte beteg hatására értékelte át az orvos erkölcsi felelősségéről alkotott álláspontját dr. Mórik Gyula, az akkor közel 40 kg-nyi súlyfelesleggel küzdő sebész útjára indította a Fogyjon Orvosával internetes csoportot, melyből rádiós rovat is készült. Azóta folyamatos tanácsokkal, személyes, hiteles történetén keresztül segíti az embereket az életmódváltás megvalósításában. Az orvos a Nyíregyházi Bencsvilla vendége volt. Én kerestem 30 évig, tehát valószínűleg ott a hiba, hogy az ember rossz helyen keresi. Na most nehéz jó helyen keresni, ha valaki, akinek elvileg ez lenne a szakmája, hogy tudja, hogy az emberi test hogyan működik, ő sem találja. Úgyhogy nem csoda, ha valaki nem találja. Ez az egyik része a történésnek. A másik része, hogy nem azokra a dolgokra figyelünk, amire igazán fontos lenne figyelni. Azt gondoljuk, hogy mindegy, mit eszünk, a mennyiség a fontos, vagy talán még az sem, és azt ehetünk, azt vihetünk be a szervezetünkbe, amit csak akarunk, és ez azért jól látszik, hogy egyáltalán nem így van. Szóval igazából nem döntően a mennyiséggel, vagy nem csak a mennyiséggel, hanem az ételek összetételével, az étkezés gyakoriságával, számos dologgal probléma van. A szakember közel 2 éven át étkezett az érvényes ajánlások szerint. Zsír és koleszterin szegény étrendje mellett kevés húst és rengeteg zöldséget, gyümölcsöt fogyasztott. A szigorú kalóriaszámlálást tetézte azzal, hogy havonta legalább 1200 kilométert kerékpározott. A komoly erőfeszítések nem várt eredménytelenséget hoztak. Bár súlya csökkent, betegségei és laboreredményei azonban egyáltalán nem javultak. A szakember végül maga kezdte kutatni az egészséges táplálkozás összefüggéseit. Az érvényes ajánlásokkal szögesen ellentétes terápiás étkezés hatására 9 hónap alatt 32 kg-ot fogyott. Azt szoktam mondani a betegeimnek is, hogy nem ez lenne a legfontosabb dolog. Most visszatekintve azt gondolom, hogy ez egy üdvözlendő mellékhatás. Tehát mind az, hogy én le tudtam tenni a magas vérnyomás gyógyszereimet, és nem a súlycsökkenésnek köszönhetővel, már jóval hamarabb le tudtam tenni, mint ahogy a súlyom csökkent. Hogy el tudtam hagyni a cukorbetegségrehez vezető utat, amelyen azért már elég jó tempóval járkáltam, hogy megszabadultam az ízületi fájdalmaimtól, autoimmun képektől. Ezek mind, és most olyan labor eredményeim vannak, mint utoljára 21 néhány éves koromban. Ha most a kalóriával számolással azért lehet jutni, ha mondjuk 5-ről nem is a 6-ra, de az 5,2-re egészen biztosan. Én azért másfél évig számoltam kalóriát, és a 40 kilós eddigi fogyásomból azért 10-et a kalória számlálás bűvkörében töltöttem, aminek egyetlen egy problémája volt, hogy kezdett kifulladni, és igazából kétségbe esetten kerestem a
a tovább vezető utat. Tehát azért valamit lehet vele tenni, minimális kis súlygyarapodásokat vissza lehet vele fordítani, hatalmas elrontott testsúlyokat már azt gondolom, hogy szinte lehetetlen. Én most már 40 kiló mínusz után azt gondolom, hogy nagyon-nagyon egyszerű a dolog, tulajdonképpen kvázi az ellenkezőjét kell csinálni, ami a hivatalos ajánlásokban van, és akkor minden sikerülni fog. Azt gondolom, hogy mindenkinek vannak ilyen favorizált dolgai, mindenkinek vannak kedvencei, eleve, ami olyasmi étel, mint amit szeret, egy olyan típusú valamiféle kúrát, hogy így fogalmazzak, azt mindenki szívesebben fogad, mintha fenekestől fel kell fordítani az életét. Tehát én elfogadom, hogyha valaki undorodik a húsoktól, akkor valami olyan megoldást keres, amiben a húsok nem szerepelnek. Ha valaki nem kedveli a zöldségeket, akkor üdvözöl egy olyan megoldást, amiben szerepelnek. Itt nagyon lényeges néhány alapvető tényezőre felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy a fogyások hátterében most már azért vizsgálódások azt mutatják, hogy döntő részben egy inzulinrezisztencia nevű folyamat áll. Amennyiben ez a helyzet, ott kész két tények elé állítottuk az adott dolgozót, hogy így fogalmazzak, mert ott a szervezete már a szénhidrátokat nem tolerálja, tehát ott megvan, hogy mit kell tennie, el kell őket hagynia. Aztán van, akinek a feldolgozott ételek okoznak problémát, mert azok vették át a hatalmat az életében. Ott például segítség lehet egy növényi eredetű táplálékra való áttérés, mert elhagyja a feldolgozott élelmiszereket. Csak azzal az a baj, hogy mivel az vegyes táplálkozáson vagy állati eredetű táplálkozáson fogyasztóknak már nagyon sok készétel van forgalomban, és ahogy nő a vegetáriánus közösség, ők is egy célcsoportjává válnak az élelmiszeriparnak. Abban a pillanatban, amikor meg fognak jelenni a vegetáriánus, uram, bocsánat, még a vegán elveknek is megfelelő, de feldolgozott élelmiszerek, akkor cseberből vederbe kerültünk, mert onnantól kezdve azok sem lesznek egészségesek, és azok is hízást fognak okozni. Az elismert szakember hangsúlyozta, aki krónikus betegséggel küzd, annak fontos a szakmai segítség az életmódváltásban. Sokkal jobb, ha van segítség. Azért azt hagyd mondjam el, és szerintem ez mindent el fog árulni. Úgyhogy én 3 orvoscsoport munkáját tanulmányoztam közel fél éven keresztül. Úgyhogy ezek alapján én összeállítottam azt, amit tenni kell. Úgyis azért ebben az új, mondjuk azt, hogy rengetegben azért egy fél évet kolbászoltam jobbra-balra, míg úgy megtaláltam a helyes irányt. Tehát ha valaki vállalkozó szellem, ha valakinek nincs komoly problémája, nincs komoly betegsége, akkor szerintem gond egy szál se csapjon bele egyedül. De ha vannak problémák, például cukorbetegség, ott már azért ezt nagyon nem kéne egyedül csinálni. Tumoros betegeket megint nem hagyunk magukra, autoimmunkorképes betegeket nem hagyunk magukra. Tehát igazából, ha valahol túl nagy a testsúly, vagy már komoly gondok társulnak, vagy valaki egyszerűen csak azt mondja, hogy nem szeretné egyedül, akkor természetesen mi vigyázunk rá. De ezt úgy kell elképzelni, hogy naponta lényegében beköltözünk a hálószobájába, a konyhájába, a nappaliába, mindenhová, tehát minden lépésre, amit megtett tudunk, minden falat ételről, amit a szájába vett tudunk, mindent kontrollálunk, javítunk, mindenbe vele szövegelünk, de garantáljuk, hogy a végén meg lesz az eredménye. Kéri Péter újabb alkotását mutatjuk be hamarosan itt a Kölcsei Televízióban, ezúttal a Katasztrófa a bálon című filmet készítette el, erről beszélgetünk a következő percekben. Szia, jó estét! Jó estét kívánok én is mindenkinek! Hát én imádok veled akkor is beszélgetni, amikor adás előtt, után itt leülsz, és gyakorlatilag hát mindenről van egy történeted, de szíve csücske mégiscsak a maga a filmezés és a filmek készítése. Mennyi idő telik el, vagy mennyi időre volt szükség itt az ötlettől a film elkészültéig? Nagyon-nagyon hosszú idő. Ez nagyon régi adóság. Én tudtam erről az esetről, amikor én a televíziózást elkezdtem, és mindig motoszkált bennem, hogy ezt meg kellene filmesíteni, de valahogy mindig arrébb-arrébb tolódott, mert voltak más feladatok. És valahogy egy kicsit úgy a perifériára került. És érettségi találkozónk volt, és az egyik osztálytársam Málnási Jancsinak hívják, aki mondta, hogy hát ő nagyon sok anyagot látott a televízióban, amit én csináltam, és hát őt ez érdekelné, ez a televíziózás. Ő is már nyugdíjas, ráér, ha gondolom, akkor tanítják. Segít. És hát 2 év óta történt ez, és azóta is együtt dolgozgatunk, és egy alkalommal tavaly felhív telefonon, hogy megy ökörítóra,
neki ott hozzátartozói fekszenek a sírban, és hogy visz virágot, stb., hogy nem lenne-e kedvem kimenni vele, hogy ne legyen egyedül. És útközben beszélgetve felhozta ezt a történetet. És mikor ott voltunk, végigjártuk ott a helyszíneket, megmutatta az emlékműveket, a történetről beszélgettünk, és kérdezte, mi lenne, hogyha egy ilyen filmet megcsinálnánk. Hát mondom, úgy szó neki. Ugye zonzásítva, itt volt egy bál, több mint 100 évvel ezelőtt egy pajtában, ami sajnos leégett, tehát egy tűz ütött ki, és több mint 300 ember ott lelte a halálát. Így van. Több mint 100 év telt el azóta. Tehát egyrészt megtalálni azokat a hiteles forrásokat, esetleg a túlélőknek a rokonai, tehát mennyire lehet ezt reálisan visszaadni, vagy vannak-e olyan részek, amit valóban a homály fed, vagy pedig már tényleg egy legendává vált? Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy is. Nagyon nagy segítséget kaptunk mi a filmforgatástól, a helyi egyháztól, a református egyháztól. Kovács Gusztávnak hívták az akkori lelkészt, aki az eseményeket gyönyörű szépen, szinte percről percre papírra vetette, és a mai napig ez felelhető, ez az anyag. Aztán amikor volt a 100 éves évforduló, egy Bálint István nevezetű, sajnos ő már nem nincs közöttünk, írta meg ennek a történetét, többek között ezt is felhasználva, ezt az anyagot, amiről beszélek. De hát a korabeli sajtók, szinte azt mondom, hogy a legfontosabb sajtók minden nap foglalkoztak az esettel. Szinte percről percre tudósították az eseményeket. Egészen addig, hogy a világ sajtó is foglalkozott ezzel a történettel, és abban az időszakban a Titanic katasztrófáját követően, illetve hát azt megelőzően, ez volt a legnagyobb katasztrófa a világon. Ezt a mai napig is így jegyzik. Nekem már volt szerencsém belenézni a filmbe, és azt kell, hogy mondjam, hogy valóban nagyon izgalmas, cselekményes és magával ragadó. Tehát az embert olyan, mintha egy ilyen oknyomozó riportban venne részt. Ugyanakkor pedig hát nagyon különleges effekteket használsz. Nem tudom, hogy ezt így minek nevezik filmezés szempontjából. Tehát ugye a valós megszólalókon túl mindenféle ilyen furcsa trükköket is lát az ember. Mi ez? Ez egy varázslat? Hát igen, ez egy bűvész mutatvány. Nem, hát a technika adta a lehetőséget kihasználva, most már hála Istennek sok mindent meg lehet oldani. A nézők biztosan nagyon sok olyan filmet látnak, ahol robbanások és tűzesetek vannak, hát azoknak a túlnyomó többségét ma már valójában nem követik el, hanem speciális effekteket tesznek rá. Tulajdonképpen vannak olyan letölthető tüzek és robbanások, amit rá lehet tenni bármilyen képre, és meg lehet vele valamit jeleníteni, hogyha nagyon akarjuk. Az utómunka tulajdonképpen mennyi időt vesz ilyenkor? Hát az pontosan emiatt nagyon hosszú volt, mert itt a képeknek a túlnyomó többsége, ahol a tűzesetről van szó, ugye meg kellett tervezni, körülbelül tudni kellett azt, bár vannak róla a korabeli újság cikkekből adatok, hogy hogyan nézhetett ki a bál, hogy zászlókkal volt megtüzdelve. Ugye akkor ott nem volt még elektromos áram, és petroleumlámpákkal világítottak, illetve gyertyákkal, hogy ez hogy nézhetett ki, hogy színpadot emeltek, de még ott volt az őszről ott maradt díszleteknek a maradványai is, ami elszáradt gajak voltak, stb., ami tulajdonképpen aztán majd tűzre fog robbanni, és utána elkezdődik ez a szörnyűség, amit a filmben, ha nézzük, majd látni fognak, remélem rövidesen. Igen, még a mai napon, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy mindenképpen maradjon velünk, és nézze végig a filmet. Egyéb iránt a Kölcsei Televíziónak lesz egy 10 részes sorozat a Legendák címmel, amelyben hasonló megyei legendákat fogunk majd bemutatni. Gondolom, lehet, hogy te is sok ilyen filmgyártásban fogsz még részt venni. Mi lesz egyébként a következő, akár ehhez hasonló filmet? Egy kicsit másabb. Uh-huh. Berek Fáji az a cím, a következő kis, hát inkább azt mondom, hogy líraibb hangvételű anyagnak, ami a fának az emberhez való viszonyát és oda-vissza viszonyát próbálja bemutatni, egészen a bölcsőtől a sírig.
a koporsóig. Papu, például itt ennek a filmnek a vonatkozásában, ami ezt a katasztrófát meséli el, egy alkotó mennyire tud objektív maradni, vagy mennyire vonódtál bele érzelmileg, mennyire volt megterhelő ennek az egész történetnek a feldolgozása? A mai napig a hátam borsózik, hogyha megnézem a filmet, pedig nagyon sokszor láttam már. Nagyon nehéz objektívnek lenni. Például ebben a filmben is van több verzió, hogy tulajdonképpen kik indították el, vagy kik indíthatták el az egész bálos mizériát, és hogyan történt valójában az eset. Nyilván itt mindig egy kis nyomozói háttér is kell, munka kell, és megpróbáljuk valamilyen szinten az igazságot felderíteni. Nagyon nehéz. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben sem igazán sikerült. Tehát többféle olyan verzió van, ami elindította ezt a katasztrófát. Úgyhogy sajnos ez 110 éve történt, már élő tanúk nincsenek, hát akik visszaemlékeznek és a filmben is szerepelnek, ők is a nagyapjuktól hallották. Le kellett porolni a polcról a finom port az emlékekről, hogy előjöjjenek, és valószínű, hogy ez nem mindig a valóságot próbálja mutatni. Igen, de ezek az emlékek mégis felkavaróak, és azoknak az élő hozzátartozóknak úgy gondolom, hogy valahol egy ilyen balzsamot jelent ezekre a sebekre, mert egyben egy nagyon szép emléket is állít azoknak, akik ott ebben a szörnyű katasztrófában meghaltak, vagy tűzvészben. Papu, köszönjük szépen, és akkor nagy izgalommal várjuk majd a filmet, és gratulálunk szívből. Köszönöm én is. Kedves nézőink, tényleg ne menjenek messzire, a Weekend második részében bemutatjuk a filmet, amelyről az előző percekben beszélgettünk. Jövő héten pedig ugyanebben az időpontban várjuk majd Önöket, érdekes témákkal és programokkal. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra!